Miskolcon vagyunk, a Centrum Áruház előtt éppen egy kitelepülést szerveztünk itt az MSZP több képviselőjével, például Kunhalmi Ágnessel, társelnök asszonnyal és Tóth Bertalan frakcióvezetővel is. A reggeli órákban itt Miskolcon a polgármesterrel tárgyaltunk, és Veres Pál polgármesterrel, és tartottunk is egy közös sajtótájékoztatót, ami arról szól, hogy bejelentettük, hogy már meghozta a Magyar Szocialista Párt Miskolci elnökség és országos elnöksége a döntést azzal kapcsolatban, hogy támogatja Veres Pál újraindulását. Nagyon fontos ez a döntés, hiszen Veres Pált egy olyan polgármesternek látjuk itt Miskolcon, aki bírja a miskolciak támogatását, rajongásig szereti a várost, és nagyon nehéz körülmények között is az elmúlt években rengeteget tett a város fejlődéséért. Mi úgy látjuk, hogy ez a munka folytatása érdemes. A mai nap itt Miskolcon beszélgetünk az emberekkel, találkozunk meghatározó közéleti szereplőkkel. Mi úgy látjuk, hogy ez a városépítő munka, ami Veres Pál vezetésével az elmúlt években Miskolcon zajlott, ez folytatásra érdemes. Nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy a következő 5 évben majd a 24 júniusi önkormányzati választási időszak után nyilván egy remélhetőleg nyugalmasabb és gazdaságilag is előnyösebb időszakban mit tudunk együtt alkotni. Erre hívjuk fel a többi ellenzéki pártot is, emelkedjünk felül a pártpolitikán, tegyünk közös lépéseket azért, hogy támogassuk a Veres Pál vezette lokálpatrióta városépítő politikát, és mindannyian vegyük komolyan azt a mondatot, hogy nekünk Miskolc az első.